A 8. kerületben, azon belül a Csarnok negyed közepe felé tartunk, hogy megtaláljuk a hírhedt Konti utcai börtönt. Ezzel csak két probléma van. Az egyik, hogy ma már nincs ilyen, hogy Konti utca. Hiába tartja a régi rigmus is, Konti utca, Víg utca, mind a kettő szép utca. És börtönről sem tudunk a Csarnok negyedben. A megoldást ez a felállványozott épület rejti. Tolnai Lajos utca ugyanis régen Konti utca volt. Az állványozott épület pedig nem más, mint az AVH egykori leghírhedtebb börtöne, Mindszenty József fogságának helyszíne. A börtön ma rendőrségi objektum, bűnjelraktár. A bejutást és a bejárat környékét nem mutathatjuk. Egészen 2017-ig azt hittük és úgy tudtuk, hogy ez a börtön megsemmisült. És akkor láttuk meg, hát csodálatos, döbbenetes szemmel, hogy itt minden éppen megmaradt. Tehát minden érintetlen. Gyakorlatilag az eredeti állapotát őrzi 99%-ban a börtönrész. A Konti utcai fogda 1899-től működött. Kezdetben egyszerre volt benne hadbíróság és börtön. Az épületben a II. Világháború végétől a szovjet megszállók rendezkedtek be. 1948-ban, amikor a szovjetek elhagyták ezt az épületet, akkor az államvédelmi hatóság vette birtokába, és ez egy ávós börtönné vált, és működött egészen az 1956-os megtorlás idejéig. Mindszenty bíboros 1949 és 1954 között volt itt fogva tartva, ez a leghosszabb börtönidőszaka. Ekkor ő semmit nem tudott arról, hogy hol van. Amikor évente kétszer édesanyjával találkozhatott, átvitték direkt Vácra, hogy még véletlenül se tudja meg a külvilág. A Magyar Katolikus Egyház vezetőjét, Mindszenty József bíborost a rendőrhatóság 1948 karácsonyán tartóztatta le, kémkedés és a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény vádjával. Koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték. Köszönöm. Hol vagyunk most? Ez most a Konti utcai börtönnek az első emelete, ahol látszódik az a határ is, a régi börtönrész, a monarchiabeli börtönrész, és a között a rész között, amit pont 45-ben húztak fel a bombatalálat után, mert az épület egy része bombatalálatot kapott. Tehát ez a rész már Mindszenty Víboros idején megvolt. Sok információnk van arról, hogy a Konti utcai börtönben különös szigorral bántak a fogvatartottakkal. Még az éjszakát is szabályozták, a szabályos alvás azt jelentette, hogy a legnagyobb hidegben is kint kellett legyen a kéz a pokróc alól, hogy látszódjon, és az arcnak is a kémlelő nyílás felé kellett fordulnia. Ez fal felé nem lehetett fordulni? Nem, nem. Ha valaki így aludt, azt felébresztették azonnal. Mindszenty Víboros emlékirataiban megemlíti, hogy őt a kazamatába vitték fürödni. Erre az összes történész azt mondta, hogy ez lehetetlen, kazamatákban nem alakítottak ki fürdőhelységet. Amikor megtisztítottuk a falakat és a padlót, előtűnt a kávának, a vízelvezető csatornának, mindennek a nyoma. És az, hogy itt van, ez nem véletlen. Rendkívül vastag falak. Hát itt nem csak fürdésre hozták le a rabokat. Mi volt még a funkciója ennek a helyiségnek? Kínzásra és kivégzésre is alkalmas volt ez a hely. Ez az egész kazamata rendszer úgy volt kialakítva, hogy ez az ávónak egy ilyen, hát ez az a börtönnek az a része, ami még a belső nyilvánosság elé sem tartozik. Megpróbálom ezt kinyitni. Hát igen, ez elég sötét. Volt egyébként valami fény a rabnak? Itt lent nem hiszem, mert ezek valószínűleg büntetőcellák voltak, vagy hogy a nagyon-nagyon zsúfolt volt a börtön, lehet, hogy használták ezt is. Ez egyébként eredeti. Olyan fény biztos volt, hogy az őr láthassa a rabot. A Mindszenty kutatók értesültek arról a különböző forrásokból, hogy őt tarthatták a kazamatákban. De erről Mindszenty Víboros nem tudott már, nem írja le az emlékirataiban. Azt viszont megemlíti, hogy amit a papi vagy a férfiúi szemérem nem engedett, azt nem írta le. Azt nem írta le.